Üdvözlöm az oskola nézőit! Mint az első képből is rájöhettek, mert itt állok Samu a csontváz mellett. A mai alkalommal biológiával fogunk foglalkozni, mégpedig a külső független értékeléseknek a biológia testsorával. Ebben Fülöp Máté lesz a segítségünkre, aki a főiskola biológia szakának a laboránsa. Légy szíves, mutasd be nekünk ezeket a tételeket. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Én a ZNO-nak, a külső független tesztelésnek a 2018-as próbaérettségi tesztjének a 12. változatát fogom most bemutatni. Teszttel kapcsolatos legfontosabb alapinformációk, hogy a teszt kitöltésére 120 perce van egy tanulónak, akkor ez alatt kell befejeznie a tesztet. Ez a teszt 48 kérdésből áll, és ez három teszttípusra oszlik széllyel. Van egyszerű választás, párosítás és egy ilyen kódmegoldós feladat. Akkor a pontszámokat pedig az alapján kapják meg a diákok, hogy hány helyes választ adtak a feladatokra. Akkor az 1-estől a 36-os feladatig ezek egyszerű választásos feladatok. Akkor itt mind a 4 választásból csak egy a helyes. És a helyes választ kell feltüntetni az űrlapra, amikor a tanuló leadja a tesztet. 8. feladat. A mitokondriumokat a sejtek energiaközpontjának is nevezik, ez a megnevezés az alábbi feladattal kapcsolatos. Az A válasz a fehérjék szintézise, a B válasz a sejten belüli emésztés, a C válasz gázok szállítása közte az oxigéné, és a harmadik pedig az ATP szintézis. Ezek közül a helyes válasz az ATP szintézis, mivel a fehérjék szintézise ez a riboszómákban megy végbe, a sejten belüli emésztés az ugyebár a lizoszómáknak a feladata, a gázok szállítása és az oxigén szállítása pedig a membrán szállításos funkcióinak köszönhetőbben valósul meg, és ugye az ATP szintézise pedig ez a mitokondriumoknak a feladata, ugyanis itt állítódnak elő a különböző szerves anyagok lebontása után az új szerves anyagok, így az ATP. És ugye ezt használja fel a szervezet a számára szükséges energiának a pótlására. A 10. feladat. A leánygyermek kariotípus kialakulása kapcsán mely állítások helyesek? Itt van 2 állításunk. Az első állítás az, hogy a lány az apától Y-kromoszómát kap. Ez az állítás teljesen helytelen, mivel tudjuk, hogy az öröklődésnél a lányok csak akkor fejlődhetnek ki, hogyha 2 X-kromoszómát kapnak, és hogyha az apa Y-kromoszómát ad a zigótába, akkor a következő utód férfi nemű lesz. A második állítás, hogy a lány az apától 22 autoszómát kap, ez az állítás viszont helyes, ugyanis tudjuk, hogy az embereknek 46 kromoszómája van, és 23-at kap az anyától, 23-at pedig az apától, és ez a 23 kromoszóma továbbá feloszlik 22 autoszómára és egy ibari kromoszómára, így az állítás helyes. És a 4 válasz lehetőség közül, hogy csak az első, mindkettő helyes vagy mindkettő helytelen, és csak a második, ugye a D válasz a helyes, mivel csak a 22 autoszómás állítás igaz. A 12. feladat. Jelöld meg a DNS triplet variánst, amely az S-hemoglobin megjelenésével kapcsolatos mutáció során keletkezik. És itt van 3 lehetőségünk, az A a guanin, adenin, adenin, a B a citozin, timin, timin, a C citozin, adenin, timin, a D pedig guanin, uracil, adenin. Ennek a feladatnak a megoldásához egy genetikai kódtáblázatra van szükségünk, amelyeknek a használatát azt most bemutatom. Ugye ez egy RNS tripletek vannak feltüntetve, kihangsúlyozom még egyszer, hogy RNS tripletek, nem pedig DNS tripletek, és mint hallottuk az előző kérdésben, nekünk DNS tripletre van szükségünk a kérdésben. Ennek a használata úgy zajlik, hogy a kör közepén található egyes számtól kell indulni a tripletek meghatározásánál. Az első nukleotidot az első körből kell meghatározni, a második nukleotidot a második körből, a harmadik nukleotidot pedig a harmadik körből, a negyedik körben pedig a különböző aminosavaknak a neme található, amelyeket a tripletek kódolják.
Ezen kívül vannak ugye a startkodonok, ahonnan indul a DNS átírásának a szakasza, valamint a stopkodonok, ahol ugye ezek az átírások befejeződnek. És akkor a feladatnak a megoldása. Ugye az A-hemoglobin láncában, ahogy mondtuk, a hatodik aminosav, ez a glutamin, a sarlósejtes vérszegénységben szenvedő betegnél pedig ugyanez a hatodik aminosav, a valin. Ezért a táblázatban meg kell keresnünk a valinnak a helyét, ami ugye itt található, és meg kell határozni így a tripletét. Ugye az első körből veszünk először, ugye mivel itt található a valin, ezért az első betűnk, vagyis a nukleotidunk, az a guanin, ugye felértük az elsőnek. A második, az az uracil, második körből vesszük, felírjuk, hogy uracil. A harmadik körből pedig láthatjuk, hogy mind guanin, adenin, citozin és uracil is lehet az RNS tripletében, ezért mind a négyet felírjuk, és majd ez alapján fogjuk meghatározni a DNS tripletet. De ugye, amit meghatároztunk, ez egy RNS triplet, ezért nekünk ezt a komplementaritás elméletének a segítségével át kell alakítanunk DNS tripletté. Ugye, mint tudjuk, a komplementaritás elmélet lényegét, hogy a guanin ugye szemben áll mindig a citozinnal, az adenin pedig vagy a timinnel, vagy pedig az uracillal. Tudjuk, hogy a DNS-ben timin található, az RNS-ben pedig uracil, ezért át kell alakítanunk ezt. És a komplementaritás elve alapján ugye a guaninnak megfelel a citozin, az uracilnak az adenin, és a guaninnak a citozin, az adeninnek a timin, a citozinnak a guanin, és az uracilnak pedig az adenin. Így tovább lapozunk, még egyszer a kérdés, előadd meg a DNS triplet variánst, amely az S-hemoglobin megjelenésével kapcsolatos mutáció során keletkezik, és ugye megkaptuk, hogy ez a helyes válasz így, a C válasz lesz, ugye a citozin, adenin és a timin. A 16. feladat, az ehhez a törzshöz tartozó moszatok több sejtűek, főleg a tengeri ökoszisztémákhoz tartoznak, Charles Darwin így írta le egyikőjük jelentőségét. Ezek hatalmas víz alatti erdők, a déli féltekén és a trópusok felszíni erdőihez hasonlítanám őket. Mely törzshöz tartozó moszatokat jellemzett így Darwin? Az A válasz lehetőség a vörös moszatok, a B válasz lehetőség barna moszatok, C válasz lehetőség a kova moszatok, a D válasz lehetőség pedig a zöld moszatok. Itt kizárásos alapon lehet előre haladni, ugyanis, mint tudjuk, a zöld moszatok, ezek csak édesvizekben élnek, ezért ez a válasz lehetőség egyből kizáródik. A C válasz, a kova moszatok szintén kiesik a válasz lehetőségek közül, mivel a kérdésben az szerepel, hogy több sejtű moszatokra van szükségünk, és a kova moszatok, ezek pedig egy sejtű moszatok, ezért ez a válasz lehetőség is helytelen. Maradt ugye az A és a B válasz lehetőségünk még. Erre ezek közül a vörös moszatok helytelen válasz, mivel a vörös moszatok ezek olyan élőlények, amelyek édes vizekben is előfordulhatnak, de nem nagy számban. Emellett tudni kell róluk, hogy nem a déli féltekén jellemzőek csak egyedül, ott is, de nem csak ott, hanem főleg a trópusi területeknek az élőlényei, ezért a helyes válasz a B, vagyis a barna moszatok, amelyek csak sós tengerekben élnek, és a déli féltekén. És ilyen nagy, ilyen erdőszerű képződményeket alkotnak a tengerben. A 20. feladat. Mely tulajdonságok közösek az állatokban? És itt láthatunk négy állatot. Ugye az első, ez egy béka, ugye, amely egy kétéltű. A második élőlényünk, ez egy teknős, ugye ez egy hüllő. A harmadik, ez egy pingvin, ugye, amely a madarak osztályába tartozik. A negyedik pedig ez egy bálna, amely ugye az emlősök közé tartozik. És van hat állításunk. Ugye az első a külső megtermékenyítés, a második a kiválasztó szervek és a vesék működése, a harmadik a szívük, négy üreges, a negyedik
bőrükben nyálmirigyek vannak, az ötödik van belső vázuk, a hatodik pedig az idegrendszerük csőtípusú. E közül a hat állítás közül meg kell határoznunk azt, hogy melyek az igazak és melyek a helytelenek, és ezt majd a négy megadott válaszlehetőség közül ki kell választanunk. Ugye a külső megtermékenyítés a három élőlény csoport közül csak egyedül a békákra jellemző, a hüllők, a madarak és az emlősök, ezek mind belső megtermékenyítésűek, ezért az első válaszlehetőség az helytelen. A második, ez a kiválasztó szervrendszerük a vesében. Ugye, mint tudjuk, az összes berincszúros állatnak a kiválasztó szerve a vese, ezért ez az állítás igaz. A harmadik, a szívük négyüreges. Ez az állítás ebben az esetben helytelen, mert mivel láthatjuk, hogy itt hüllők és kétéltűek is vannak, amelyekről azt kell tudni, hogy nekik csak három rekeszes szívük van, két pitvarjuk van és egy kamrájuk, egyedül csak a hüllők osztályán belül a krokodilok azok az élőlények, amelyek négy rekeszes szívvel rendelkeznek, de a madarak és az emlősök négy rekeszes szívvel rendelkeznek, de mivel ugye nem mind a négy élőlény csoport rendelkezik négy rekeszes szívvel, ez a válasz lehetőség is helytelen. A negyedik, a bőrükben nyálkamirigyek vannak. Ez az állítás is szintén helytelen, ugyanis, mint tudjuk, a békáknak a bőrében lehetnek nyálkamirigyek, ugye enélkül, hogyha kint lennének a szárazföldön, hamar kiszáradnának és elpusztulnának. Némely hüllőnek a bőrében is lehetnek nyálkamirigyek, de a madarak, illetve az emlősök bőrében nincsenek nyálkamirigyek, így ez az állítás helytelen. Kizárásos alapon ugye rájöhetnénk, hogy mivel három válaszlehetőség közül kell választanunk, így a maradék kettőnek helyesnek kell lennie, és ez így is van. Az ötödik, hogy van belső vázuk, ugye mind gerincszúros állatok, ezért rendelkeznek belső vázzal, csontvázzal, és a hatodik pedig, hogy idegrendszerű csőtípusú, ez is helyes állítás, ezért a kérdésünkre a helyes válasz az az A. Ezt kell feltüntetni majd az űrlapon. 21. feladat. A tanulók az ábrán látható csontos hal felépítését tanulmányozták. Egyik külső tulajdonsága alapján a csontos halak osztályához sorolták. Mely tulajdonság volt ez, amely segítségével ezt meg tudták állapítani? És a négy válasz lehetőség az A. Van farokúszója, B. Bőre nyálkamirigyeken, gazdag nyálkamirigyekkel rendelkezik, C. Van kopoltyú fedője, D. Teste áramvonalas. Ugye ezek közül az állítások közül három helytelen. Ha vesszük az A-t, hogy van farokúszója, ezt ki is zárhatjuk, mivel tudjuk, hogy a porcos halaknak és a csontos halaknak is van farokúszója, ugye ez nagyban segíti őket a mozgásban, ezért ez az állítás helytelen. A B válasz, hogy a bőre nyálkamirigyekkel rendelkezik, ez az állítás is helytelen, mivel mind a porcos, mind pedig a csontos halak rendelkeznek nyálkamirigyekkel a bőrükben. A C válasz, a kopoltyú fedő, ez lesz a helyes válasz, majd mindjárt megindokolom, hogy miért, csak előbb elmondom, hogy a D válasz az is szintén helytelen, mivel mind a kettőjük rendelkezik áramvonalas testfelépítéssel, ugye ez megkönnyíti számukra a víz mozgásának, változásainak a behatárolását, és így könnyebbé teszi a mozgást. A kopoltyú fedő viszont csak a csontos halakra jellemző, ez azért fontos, mivel a csontos halak a kopoltyú fedő segítségével akár álló helyzetben is képesek a vizet bejuttatni a kopoltyúhoz, így nem szükséges mozogniuk ahhoz, hogy a víz odáramoljon a kopoltyúkhoz, viszont a porcos halaknak nincsen kopoltyú fedője, ezért folyamatosan mozgásban kell lenniük, hogy áramoltassák a vizet a kopoltyújukhoz. Ezért a helyes válasz a C. 23. feladat. Az ember kisvérköre a következővel kezdődik. Jobb pitvar, bal kamra, bal pitvar vagy jobb kamra. Ennek a megmagyarázásához egy ábrát hozok segítségül. Mint tudjuk, akármelyik vérkörről beszélünk, ez először egy kamrából indul el, úgyhogy emiatt ki is zárhatjuk a jobb pitvart, valamint a bal pitvart is. És mivel tudjuk, hogy a kisvérkör az ugye a vénás vérkör, és ugye
oxigénben szegény, ezért a tüdőbe kell eljutnia, és mi hát tudjuk, hogy a fáradt vér az a tüdőnek, vagyis a szívnek a jobb kamrájában található, ezért a helyes válasz a jobb kamra. Ugye a jobb kamrából a vér elindul a tüdő artériákon keresztül a tüdőbe, onnan a tüdővénán keresztül visszamegyem a bal pitvarba, és itt fejeződik be a kis vérkör, a nagy vérkör pedig ugye a bal kamrától indul, akkor az artériákon keresztül eljut a testnek a szövetelébe, majd pedig a vénákon keresztül visszaáramlik a jobb pitvarba, és ezzel fejeződik be a nagy vérkör. 24. feladat. Elemezd az emberi szervezetben a szénhidrátok aranycseréjére vonatkozó állításokat. Az első állításunk, hogy az emésztőrendszerben a keményítő glukóz molekuláig bomlik le. Ez az állítás helyes, ugyanis a glükóz az monomere a keményítőnek, és az emberi emésztőrendszer képes arra, hogy ezt teljesen lebontja monomerjére. A második állításunk, ez a szervezet sejtjeiben a glükóz vízből és széndioxid gázból keletkezik. Ez az állítás helyes, ugyanis a glükóz a vízből, széndioxid gázból keletkezik, valamint szerves anyagokból, de tudjuk, hogy ezt csak az autotróf szervezetek képesek létrehozni, és a mi kérdésünkben az emberről van szó, ami egy heterotróf élőlény, ezért a második állításunk az helytelen. Így a helyes válasz a négy válasz lehetőségünk közül az a C, ugyanis csak az első állítás helyes. Következő feladat 29. Melyik keresztezésben lehetséges a fenotípus 9331-es szerinti hasadása? Itt van négy válasz lehetőségünk. Az első nagy A, kis A, nagy B, kis B. Kis A, kis A, nagy B, kis B. Ugye egy heterozigótát, egy recesszív heterozigótával. A második nagy A, kis A, nagy B, kis B. Egy recesszív homozigótával, a harmadik egy homozigóta keresztezése homozigótával, a negyedik pedig egy homozigóta kereszteződése egy recesszív homozigótával. Akkor menjünk szépen sorba. Az első esetben a következő eredményt fogjuk kapni. Ugye kapunk 6 kereszteződési lehetőséget, ugye egy nagy A nagy B, egy nagy A kis B, egy kis A nagy B és egy kis A kis B, valamint egy kis A nagy B és egy kis A kis B. Mint láthatjuk, ebből azt az eredményt kapjuk, hogy ugye lesz 3 nagy A nagy B-s eredményünk, ugye mind a kettőnél a domináns allél fog megjelenni. Kapunk 3 olyan lehetőséget, ahol a recesszív allél lesz a fő, de a második az domináns, és kapunk még egy-egy lehetőséget egy olyanból, amelyikből domináns a fő és a második recesszív, és egy olyat, ahol az első és a második allél is recesszív. A második lehetőségnél ugye keresztezésnél ugye kapunk egy nagy A nagy B, egy nagy A kis B, egy kis A nagy B, valamint egy kis A kis B kereszteződési alapot, valamint egy kis A kis B kereszteződési alapot, és ebből azt az eredményt kapjuk, hogy mind a négy keresztezett egység különböző fenotípussal jön létre. A harmadik eset ugye 2 heterozigótának a keresztezése. Mint láthatjuk, itt mind a két esetben 4 variáns lehetséges a kereszteződésnél. Ugye nagy A nagy B, nagy A kis B, kis A nagy B, kis A kis B, mind a két szülőnél. És ez a helyes válaszunk, mivel itt alakul ki a 9331-es szerinti hasadás, és az utolsó esetőségben pedig csak egy fenotípus jelenik meg, ez a nagy A kis A, nagy B kis B.
És ugye itt számszerűsítve is a kereszteződéseknek az eredménye, ugye az A-nál még egyszer 3-3-1-1, a B-nél 1-1-1-1, a C-nél 9-3-3-1, a D-nél pedig csak egy lehetséges fenotípus jön létre, így a helyes válasz a C, a két heterozigótának a keletkezése, és ugye tudjuk, hogy ez az eshetőség ugye Mendelnek a harmadik törvényét támasztja alá. 38. feladat, párosítsd a folyamatot a sejtszerveskével, amelyben még bemegy. Akkor az öt folyamat, amelyikkel rendelkezünk, az első az energiaforgalom oxigénes szakasza, a kettes a széndioxid megkötése, hármas a fehérjék szintézisei szállítása, négyes ez pedig polimerek bontása savas közegben, és az öt sejtszervecskénk pedig a szemcsés endoplazmás retikulum, a Golgi készülék, a mitokondrium, a kloroplasztis, valamint a lizoszóma. És akkor menjünk szintén egyesével. Az energiaforgalom oxigénes szakasza, ez a mitokondriumokhoz kapcsolódik. Ugye a mitokondriumokban zajlik a szerves anyagok szintézise a sejtekben. Ugye itt állítódik elő az ATP, és ebben fontos szerepe van az oxigénnek. Akkor a második a széndioxid megkötése. Ugye, mint tudjuk, a széndioxidot a növények akkor kötik meg, amikor a fotoszintézis folyamán ezt felhasználják a szerves anyagoknak az előállításában. És mint tudjuk, a fotoszintézisben fontos szerepe van a kloroplasztisnak, ugyanis ebben zajlanak a fotoszintézisnek a folyamatai, ezért a kettes állításhoz a D válasz a helyes, ugye a széndioxid megkötése a kloroplasztisban zajlik. A harmadik a fehérjék szintézise és szállítása, ez a szemcsés endoplazmás retikulumokban zajlik, ugye az endoplazmás retikulumokban állítódnak elő a fehérjék, és majd innen szállítódnak át a Golgi készülék segítségével más helyekre. És a negyedik állítás pedig a polimerek bontása savas közegben, az emésztésért a sejtekben a lizoszómák a felelősek, ezért itt a helyes, azaz a négyeshez az E válasz csatlakozik. A Golgi készülék pedig itt nem csatlakozik egyik állításhoz sem, ennek oka, hogy ez a különböző szerves anyagok szállításában segítkezik, valamint különböző poliszacharidokat szállít elő, mint például a glikogént vagy a cellulózt. És itt egy táblázaton a helyes válaszok, ugye az 1-es a C, 2-es a D, 3-as az A és a 4-es az E. 46. feladat. Mely állítások helyesek a következő zárva termő növénnyel kapcsolatban? Ugye, ha ránézünk a záblára, akkor láthatjuk, hogy itt ugye egy burgonyát látunk, egy Solanum tuberosumot latinul, és a három állítás, amelyeket meg kell határoznunk. Az első, hogy a vegetatív szaporodást biztosítják az ilyen fajta módosulásai, ugye van, hogy virág, hajtás vagy gyökérmódosulások, ugye, egyből kizárhatjuk a virágokat, mivel a virágokkal nem lehet vegetatív módon szaporítani a növényeket. A helyes válaszunk pedig a hajtás módosulás lesz, ugyanis a burgonya gumók ezek a szárnak a továbbnövései, nem pedig a gyökérnek a módosulásai, ezért a helyes válasz az a hajtás módosulás. Második, ez a felhasználása. Ugye, a három válasz lehetőség közül a mi helyes válaszunk ez a lédus takarmány. Ennek az az oka, hogy ugye szemtermése az fönt a virágzásból jöhetne létre a burgonyának, de tudjuk azt, hogy a burgonya szemtermése az mérgező, mivel mérgező anyagokat termel az érése folyamán, ezért ezt nem lehet fogyasztani, mert elpusztítaná az élőlényeket. Valamint tudjuk, hogy a burgonyának a gumó az nem gyümölcs, hanem egy zöldség, úgyhogy ezt is kizárhatjuk. És a harmadik oszlopban, hogy a következő családhoz tartozik, ugye egyből érthetődő burgonyáról van szó, ez a burgonyaféléknek a családjába tartozik. Ugye az ukrán ZNO-s változatban ez nehezebb, mivel ott másképp nevezik ezt a csoportot, de szerencsénk van a nyelvi változtatásnak köszönhetően.
Így a helyes kód még egyszer a kettes, ugye hajtásmódosulás, az egyes, mivel lédús takarmányként használjuk a burgonyát, és a hármas pedig, hogy a burgonya félék közé tartozik. És a 48. feladat, az ábrán az ember emésztő rendszerének egyik szerve látható, jellemezd az alábbi tulajdonságok alapján. Akkor nézzük az állításokat. Ugye az első oszlopban az általános jellemzéssel kapcsolatos. Ugye az emésztő mirigy, amely epét termel, tudjuk, hogy ez az állítás helytelen, mivel az epét azt a máj állítja elő, így kizárhatjuk ezt a válasz lehetőséget. A második szerv, amelyik klorid savat termel, ugye tudjuk, hogy az emésztéshez a gyomorban szükség van sósavra, és a gyomor ezt elő is állítja saját magára, így a helyes válaszunk a második. És a harmadik állítás pedig a szerv, amely vizeletet termel, ugye tudjuk, hogy ez a vesék. Ugye a második oszlop a feladata meghatározásával kapcsolatos, hogy az első kiüríti a szervezetből a fehérje anyagcsere toxikus termékeit, ez az állítás helytelen, ugyanis ez a vesére igaz. Második semlegesíti az idegen anyagokat, átalakítva őket kevésbé toxikusokká, ez az állítás is helytelen, ugyanis ez az állítás a májra igaz. És a harmadik pedig a fehérjék lebontása peptidekké, ez az állítás igaz a gyomorra, ugyanis itt zajlik a fehérjéknek a bontása, és ez az állítás a helyes, szóval a második oszlopban a hármas a helyes kód. És a harmadik oszlopban pedig a felépítésnek a jellegzetessége, az első szerkezeti működési egysége a nefron. Ugye erről már beszéltünk ma, hogy a nefron az a vesében található, és a másodlagos vizelet előállításában van fontos szerepe, ezért ez az állítás helytelen. Második szerv, amelynek izomfala nem haráncsikolt izomszövetekből áll, ugye ez a helyes állítás, ugye a gyomornak a falát izomszövetek alkotják, és a harmadik pedig a hepatocitákkal rendelkezik, amelyek emésztőenzimeket termelnek, ez az állítás pedig helytelen, mivel a hepatociták a májban találhatóak. És akkor én, amit szerettem volna, azt most elmondtam nektek, sikeres felkészülést kívánok a tesztelésre, és minden bele!